A Tervezés Hete című rendezvénysorozatot Heves megye minden járásában megszervezik. A program egyben konzultációs fórumként is szolgál annak érdekében, hogy a járás véleményformálóinak és lehetséges kedvezményezettjeinek bevonásával vitassák meg a térséget érintő projektötleteket, ezzel segítve a döntéshozókat abban, hogy mely fejlesztések valósuljanak meg a 2014-2020-as időszakban a megyei gazdaság fejlesztési és az adott járás forrásainak terhére. A Heves megyei önkormányzati hivatal területfejlesztési és területrendezési osztályának vezetője elmondta, az elmúlt fél évben nagyon sok változás történt a tervezést illetően. Jelentősen átalakultak az operatív programok, ennek megfelelően a megyei források felhasználásának tervezését is újra kellett értelmezni. Például közúthálózat fejlesztésére mégiscsak lesz lehetőség a megyében. Ennek mértéke per pillanat még nem teljesen ismert, de erre lehetőség lesz az elkövetkezőkben. Szintén fontos változás ebben a témakörben, hogy vannak olyan fajta szűkítések, változtatások a terület és település fejlesztési operatív programba, amit nekünk is át kellett vezetni a programon. Például nem tudjuk közvetlenül támogatni az élelmiszeripari beruházásokat, viszont kicsit nagyobb mozgásterünk nyílt az üzleti környezet a KKV-k általános támogatása szempontjából. Megjegyezte, hogy csak úgy, mint a többi járásban, a 60-ból és környékéről érkezett projektötleteket is felül kell vizsgálni.